Kedves testvéreim, a mai nap, mai vasárnap János első levelének az első részéből, az első tíz verset szeretném felolvasni alapigeként. Tehát János első levele, első rész így kezdődik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit Kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igényéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla. És hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű, és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Imádkozzunk, kérjünk áldást az Isten igéjére. Menje, édesatyánk, ez a te üzeneted számunkra a mai délelőttön. Szeretnénk arra kérni, hogy megértsük a te szavadat, és halljuk a te hangodat ezeken keresztül, ezeken túl. Arra kérünk, hogy a jelenlévő szentrélek tanítson bennünket. Mutasson utat, és beszéljen most a szívünkkel és a lelkünkkel. Egyszerűen erre van szükségünk, mennyi bátorításra, olyanra, amit tőled származik. Kérlek, Atyánk, tedd ezt meg ma is a Te ígéreted szerint. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreink, kedves barátaink, ezen a héten, most vasárnap, és a következő bibliaórán, csütörtökön is majd, az életünkben jelenlévő örömökről lesz szó, illetve arról, hogy Istennek mi a terve mindezzel. Mi is az igazi öröm forrása az életünknek? Olyan egyébként a napjaink, heteink, akárcsak néha az óráink is, mint egy hullámvasút. Egyszer fönt vagyunk, egyszer lent. Vannak szeretem és nem szeretem időszakok az életünkben, örömteli és örömtelen percek, órák, akár napok is. És most ebben a lelki utazásban is kérjünk tanácsot az Úrtól, hogy hogyan is van ez? Ez mennyire természetes az életünkben, illetve mennyire természetes az, hogy keresztény emberként, hívő emberként az örömnek hozzá kell tartoznia, az életünkhöz, a mindennapjainkhoz, és kell, hogy átéljük ezt az örömet. Szükségünk van rá. Az igazság, hogyha nem az Istentől tanulunk ezzel kapcsolatban, nem tőled kérünk tanácsot, akkor fognak mások tanácsot adni. A jobbik még, amikor emberek tanácsára figyelünk ezzel kapcsolatban, mert legalább tudnak saját tapasztalatukból jó tanácsokat adni az örömmel kapcsolatban. rosszabb az, hogy a kísértőre figyelünk, az ördögre, mert ő kéretlenül is fog ötleteket adni számunkra, és az a legnagyobb baj, hogy ezek komoly félrevezetések lehetnek az életünkben. Igen, az örömmel kapcsolatban is. Ilyen például a, talán a legnagyobb hazugsága a kísértőnek, hogy Isten nélkül is lehet teljes örömteli életet élni. Sőt, azt is megkockáztatja a kísértő, hogy igazából akkor élhetünk, teljes életet, örömteli életet, ha Isten nem korlátoz ebben bennünket. Ha azt tesszük, amit akarunk, és úgy tesszük, ahogy akarjuk. Ez egy olyan hazugság, ami nagyon sokak szívébe már beleépült, és el is távolít bennünket az Istentől, távol tart bennünket, és egy teljesen hamis Isten képet vetít elénk. És még a keresztény vagy hívő emberek közé is beférkőzik ez a, a gondolat, hogy a hit, a vallás az mindenképp egy szomorú, néha önkorbácsoló életet kíván, de mindenképp valami örömtelítés, ne haragudjatok a kifejezésére, savanyú uborka életet éljen, és igazából az öröm, az élet valami másik oldalán található, és ebbe a szentségben nem fér bele az öröm, az örömködés, sőt az igazából olyan emberi, olyan testi, és csak ilyen különböző pótszerek azok, amik az életünkben előhozzák, és ezért minél távolabb kell tartani magunkat, az igazi lelki ember, az igazi hívő ember ettől magát, ha lehet, távol tartja. Miért hisszük el ezeket a hazugságokat? Pont azért, mert a kísértő azt szeretné, hogy beleépüljön ez a, az életünkben, és távol tartson a valódi és igazi örömforrástól. És szeretném, a veletek együtt megnéznénk Isten igéjét. Nem a mi elgondolásunkat, nem emberi gondolatokat erről, hanem hogy Isten igéje mire vezet ebbe bennünket. Mit mond maga az Úr, a Teremtő? Sőt, pont azt lepleznénk le, hogy nem igaz az, hogy a bűn következmény az, hogy, hogy, emberi örömök lehetnek az életünkben, hanem ez Isten teremtésének a része. Ele felejtsük azt, hogy nagyon határozott a Biblia kijelentése, hogy bennünket, embereket különleges helyre teremtett az Úr, különleges helyzetbe teremtett Isten, mert a saját képére és hasonlatosságára teremtettünk. Ez azt jelenti, hogy a lelkünk, a szívünknek a tulajdonságai róla lettek mintázva, és ami benne valóság, Istenben, megismerhetünk belőle, az valahol bennünk is megjelenik. Igaz, hogy a bűn, az istentetlenség, a hitetlenség, a szeretetlenség nagyon sokban torzítja ezt a képmásat, Képást, de akkor is megjelenik, akkor is ott van. A leghitetlenebb embernek az életében ez az Isten képűség. Ez nem ment meg bennünket, de mindig figyelmeztet arra, hogy Isten képére lettünk teremtve. És hát itt a kérdés, hogy öröm ott van-e, ami teremtő Istenünkben. Azt olvasom a Mózes 5. könyvének a 30. részében, a 9. versben, mert újra örömet telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömet telt atyáidban. Tehát az Úrnak örömet telik az emberekben is, és azt mondja, hogy ez a vágya is, hogy az az öröme teljes legyen az övéibe bennünk. Teljesen természetesen része Istennek, a mindenhatónak az öröm. Ha pedig Neki ez egy fontos tulajdonsága része, akkor valószínűleg a teremtettség fokán, hogy az ő képére teremtettünk, a mi életünkben is ez mélyen gyökerezik. A teremtésünktől kezdve, a teremtésünk pillanatától, hogy vágyunk az örömre, képesek vagyunk a tiszta örömre, arra is, hogy átéljük, és azt is, hogy akár okozzunk másoknak. És még ettől tovább menve, szükségünk is van erre az örömre. Nem élhetünk igazából teljes életet az öröm nélkül. Jézus Krisztus Isten fia, aki megjelent közöttünk testben, már nem csak szellemben, lélekben, hanem testben, ő is ebben az örömben volt benne. Azt olvasom, hogy amikor éppen az emberekkel találkozott, akik keresték őt, Lukács Evangélium a 9. rész, 11. versében így fogalmaz az ige, hogy Jézus örömmel fogadta őket. Tele volt a szíve neki is ezzel az örömmel. Nem azt jelenti, hogy nem volt nehézsége, vagy éppen bánata is az Úrnak, nem voltak más érzései, de hogy az öröm is jelen volt, az biztos. Ennyit, együtt énekelt a tanítványaival, mindahogyan előtte talán a családjával is, olyan zsoltárokat is, amit kifejezte az ő örömét. Tele volt ő is örömmel. Azért, mert Isten fiaként itt élt közöttünk. És hát tovább mentve, ha megnézzük Isten igények a tanítását az örömmel kapcsolatban, akkor kiderül, hogy parancsunk van az örömre. Nem csak úgy, hogy tanácsolja Isten igéje, hogy aki örül, aznak az élete teljesebb, jobb lehet, és ezért érdemes úgy élni, hogy az öröm jelen legyen az életünkben, hanem ennél sokkal, de sokkal határozottabb. Ezt olvasom a Filippi Levélben a Szentülek által, ezt írja Pál. Örüljetek az úrban mindenkor, ismét mondom, megismétlem, hogy, hogy figyeljetek, hogy örüljetek. A keresztény életnek az egyik lényeges pontja, az Istenben való öröm, a valódi, teljes és tiszta öröm. Enélkül nincs is teljes élet. Sőt, azt olvassuk később, vagy a római levélben, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Vagyis az a Szentlélek, aki itt van jelen közöttünk, aki által Jézus Krisztus is a miénk, aki által közel jött hozzánk a mennyei Atya, az is örömöt hozott az életünkben. Ha teljesen az életünk az ő uralma alatt van, akkor ennek az örömnek is meg kell, hogy jelenjen ugyanúgy, ahogy a szent legkitöltésekor, nem sokára ünnepeljük majd pünkösd ünnepét, ezt látták az emberek a tanítványokon. Össze is keverték ezt azzal, mintha bort ittak volna, részegek lettek volna, és attól lettek volna tele örömmel, el is mondják Péterék, hogy ez nem így működik, de az öröm jelen volt az életükben. A szent lélek jelenléte igenis örömöt hoz a keresztény életünkben, mert szükségünk van rá. Nem azt jelenti, hogy nincs szükség a csendességre. Nincs szükség akár néha arra, nem néha, sokszor is arra, hogy bűnbánatra jussunk. Most is majd szó lesz arról, hogy az örömnek az egyik forrása az, hogy valódi és teljes bűnbánatra jutunk de nem kizárja ez egymás, hanem pont ellenkezőleg ez teheti teljesé az életünkben az örömet. Ha egy keresztény ember életében nem látszik az öröm, az nem, hogy pozitív dolog lenne. Nem azt jelenti, hogy ő már elég érett keresztény, hogy olyan önuralommal rendelkezik, hogy már végre ki tudta zárni az örömet az életéből, hanem az egyértelműen lelki betegségnek a jele. Azt jelenti, hogy valami nem jól működik a lelki életében. Ugyanis betegen egyébként a testi betegség idején is örülni nem igazán lehet. Azt tud igazán örülni testben is, aki gyógyult, aki egészséges. A lélekben ugyanígy van. Szükségünk van ezért arra, hogyha nincs ez az urban való öröm, ez a teljes öröm, amiről itt Isten Igéje beszél az életünkben, akkor valami változás jön az életünkben. Meg tudjuk gyógyulni a lelkünk. A Biblia legtöbbször úgy beszél erről, hogy meg tudjunk térni, oda tudjunk Istenhez fordulni, mert nála van az örömnek a forrása. Arról beszélt itt Isten igéje János első levelében, hogy mindazt, amit átéltek az apostolok, János is, az azért volt, és azért osztották meg, hogy ez a mennyei öröm, amely a teremtéstől kezdve az életünk része kell, hogy legyen, és az újját teremtésünkben, Jézus Krisztusban még inkább betöltheti és be kell, hogy töltse az életünket, ott legyen a közösségünkben, a szívünkben is. Teljes örömről beszél János, ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Vagyis egy telitöltött öröm. Nem félig, negyedik, harmadik, hanem teljesen teletöltött öröm, olyan, mint az olaj a Mécsesben, vagy egy korsóban, nem olyan régen szó volt erről az Isten tiszteleten is. Ha egyébként arra gondolok, hogy mitől lesz teljes az örömöm, akkor itt is nagyon sok félreértés kerül az életünkben. Főleg akkor, hogyha nem ismertük meg azokat, nem ismertük fel, hogy Isten mivel akarja leginkább, és hogyan tudja táplálni az örömünket. Az örömnek nem olyannak kell lenni, mint egy elemnek, ami addig használunk, amíg ki nem merül, és utána eldobjuk hanem ez feltölthetőnek kell lenni. Olyan, mint a mobiltelefonjainkban, már nagyon régóta egyértelműen akkumulátorokat kell használnunk, fel kell tölteni mindig, hogy utána használni tudjuk. Ha nem töltjük fel, akkor használhatatlan. Ugyanígy van az életünkben. Fel kell tölteni az örömforrásainkat is, és az a legnagyobb dolog, hogyha felfedezzük azt a helyet, azt a lehetőséget a mennyei atyánál, ami tényleg ezt elősegíti az életünkben. A nehézség az, hogy van néhány evel is tévképzet, hogy milyen helyeken, hol, hogyan lehet föltölteni. Ilyen talán az, hogy az örömöt a vagyonnal, a pénzzel föl tölteni. Ha elég sok pénzünk van, és elég sokáig számolhatjuk, akkor talán nagyobb örömünk lesz, de ez mind a gyakorlat mutatja, mind ki is próbálhatja valaki, ez önbecsapás. Tényleg ad egy ideig való örömet, de még csak föl se tudja tölteni a raktárainkat, mert nem tud tartós örömet adni. És sem az, hogyha ez az egészségünktől függ. Pedig tudjuk, hogy az egészség nagyon fontos. Főleg mostanában még inkább fölértékelődik ez. De attól, hogy egészséges vagy, egyáltalán nem lesz teljes az örömet. Nincs föltöltve az öröm bankod, az öröm tartályod, csak attól, hogy egészséges vagy. Ez még nem garancia rá, nem tudja ezt föltölteni. Sem akár a megbecsülés, sem a barátok, Ennél valami többről van szó, ezek is fontosak, mindegyik nagyon fontos, de önmagában az ajándékok is, amelyeket vágytunk, amit megkaptunk, a, a, akár étel, ital, amiről szó volt, hogy az Isten országai nem ebből táplálkozik, nem ilyen örömből táplálkozik, fontos örömforrás lehet, és az is, de csak egy időleges örömforrás. Nem tudja a teljes örömet biztosítani az életünkben, olyan, mint a korsunkban néha-néha egy keveset töltenénk ebből, és újból és újból vágyunk erre. Isten ennél sokkal többet készített el számunkra. Van valódi és teljes öröm, amelyet nekünk készített az Úr. Mitől lesz teljes, telitöltött az én örömkorsom? Úgy, hogy nem pótszereket alkalmazok, nem is valamilyen gyógyszereket, amik talán valami ideig segítenek, vagy elkábítanak bennünket, hanem valódi, igazi örömforrásokat. Nézzük meg azt, hogy Isten igéje, miben tud ebbe segíteni nekünk. Mik azok, amiben Isten a teremtéstől kezdve elhelyezett valódi és értékes örömforrásokat, amit mindegyikünk számára megtapintható, átlátható. János erről beszél, hogy az, amit átadott, aztokat átélték, szemünkkel láttunk, megfigyeltünk, a kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük nektek, azt adjuk át. Az az igazság, hogy a teremtésben től kezdve kapott örömforrásainknak az egyik része ez, hogy képesek vagyunk megtapasztalni ezeket az örömöket, főleg, hogyha körül tudok valóban nézni. Elég, hogyha csak tényleg nyitott szemmel jársz a teremtett világban, Isten csodálatos természetébe, ha átéled, megtapintod, ott jársz kint, akár a hegyek, az erdők, a fák között, egy mezőn, vagy éppen egy csodálatos tájon, ez olyan örömforrás, amit Isten készítette számodra. Olyan, amiben szeretném megmutatni az ő dicsőségét, hatalmát, de közben a szívedet is egy mély valódi öröm tölti el. Olyan, ami nem azért, mert vel megajándékoztak, hanem olyan, ami összerezdül a lelkeddel a szíveddel. Mivel Isten teremtette mindezt, és téged is az Úr teremtett az ő képére, amikor meglátod a teremtésben őt, akkor. Ez az öröm találkozik Isten örömével. Ahogy ő végignézett a teremtésen, és azt mondja, hogy minden nagyon jó. És örült ennek. Ugyanúgy, amikor te is ebben meglátod az örömet, amikor ez nem függ pénztől, nem függ mástól, csak attól, hogy gyönyörködsz abban, amit az Isten adott. Ez nem kell nagy dolog. Csak egy kis figyelem, egy kis körülnézés és odafigyelni arra, amit egyébként az Úr adott. És ez mindegyikünknek adatott ez a lehetőség, ez az öröm forrás, hogy megtapasztaljuk, hogy mi mindent adott és ajándékozott nekünk az Úr. És ebben mi magunk is örömünket lejjük. De ez csak az egyik lába. Olyan, ami majdnem az, hogy minden nap adatik, de nem mindig tudjuk ugyanúgy élvezni. De tegyük meg! Érdemes ezért minél többet látni ebből a természetből. Talán csak egy fűszálból is, egy kis virágból is. Hogy tudjál gyönyörködni benne, és ez az örömöt forrása tudjon lenni. A másik ehhez nagyon hasonló, hogy Isten teremtette az egész világot, és mivel mi az ő képére teremtettünk, mi is képesek vagyunk alkotni. Ez az alkotásnak az örömforrása. Mindahogyan Isten maga is örömét lelte abban, amit készített. Nagyon fontos, hogy mi is így működünk. Amikor valódi dolgokat készítünk, mindegy, hogy nem az a világ legjobb dolga, vagy a legszebb, de amit te készítettél, akár valamit, amit alkottál, akár csak egy kertet, mint ahogyan Isten is készített ilyet, abban mind-mind benne van az öröm forrása, az alkotásnak az öröm forrása. Isten igen mindig azt mondja, hogy használd a képességeidet. Ajándékokkal áldott meg az Isten. Olyanokkal, amiket másoknak is a hasznára lehet, meg meg is élhetsz belőle, de ami az öröm is lehet. Nem véletlen, hogy emberileg is tanácsolják azt, hogy olyan munkát végez, amiben örömödet leled. Mert igen, így lettünk megteremtve. Hogy amikor tényleg alkotni tudunk, ami közel áll hozzánk, az valódi örömforrásunk legyen. Ez megint nem emberi dolog, Isten alkotott bennünket így. És igen, szükséged van erre, hogy megtalál te is a te alkotásod örömforrását. És ebben nagyon különbözőek vagyunk. De legyen ilyen örömforrásod. Amikor te tudsz valamit megtenni, elkészíteni, amiben teleled meg az örömforrásod, ne hagyd, hogy az idődet, a pénzkeresés és, és más dolgok elvegyék attól, hogy te magad is a képességeidet az ajándékaidat használd, és legyen saját ilyen Istentől kapott örömforrásod. És igen, ezekben gyönyörködni fogsz, és gyönyörködhetsz. Megint csak olyan, amit az Úrtól kaptunk. Lehet, hogy valaki ezt fel se ismeri, de akkor is az Úrtól van ez, hogy mindezt megtapasztaljuk. És igen, ezután és ennél tovább menve, Azért mondtam, hogy teljes örömünk mégsem lehet Isten nélkül, mert ezek, amiket az előbb említettem, hogy akár gyönyörködünk a természetben, akár az alkot, saját alkotásainkban, amit mi megtehetünk, elvégeztünk a munkánknak az öröme is, mindenkinek adaték. De Isten nélkül nem lehet teljes. Igazából az, hogy teljes örömünk legyen, szükségünk van Isten jelenlétére az életünkben. Ez az az örömforrás, ami a mennyből táplálkozik közvetlenül, és egyszerűen a hit által élhetjük át, élhettük át a szent a jelenlétét és örömét az életünkben. És erről beszél most János is, hogy ezt együtt szeretnénk átélni a, a testvérekkel. Együtt szeretnénk megtapasztalni azt, hogy az ő örömet teljes lehet bennünk. És erre szükségünk van. Hogyan működik Isten öröme az életünkben? Mitől leszünk teljesek a szentléleknek ebben az örömében? Igazából ez majdnem azt mondom, hogy automatikusan működik. Ahogy egyre jobban vágyunk Isten közelébe, a közelségébe, mivel benne ott található az öröm forrása, ez az öröm a miénk is lehet. Az a baj, hogyha valamivel elzárjuk. Ettől magunkat. Hívő emberként, vagy keresztény emberként, az első legnagyobb dolog az, hogyha ezeket az akadályokat, ami köztem és Isten között vannak, félre tudom tenni. Minden egyes megtérés, minden egyes bűnbánat, minden egyes dolog, amikor meglátom a saját korlátaimat, hibáimat, bűneimet, ezt rendezni tudom, félre tudom tenni, Isten meg tud ezektől szabadítani, arra is felszabadít, hogy átéljem Isten szeretetét, átéljem Istennek az örömét is. Ezért beszél most János ezután, a kívánság után, a teljes öröm után, hogy hogyan is működik ez a bűn bűnbánata az életünkben. Mert nagy vonalakban nagyon szépen el tudjuk mondani, hogy mi is bűnösök vagyunk, és hát szükségünk van arra, hogy az Isten megbocsásson. De a mindennapjainkban mégis magunkat inkább igazaknak, másokat pedig bűnösebbeknek gondoljuk a valóságnál legtöbbször. És ezért olyan fontos, hogy Isten igéje vezessen ebben is bennünket, rámutasson a saját hibáinkra, pont azért, hogy ha felismerjük ezeket, ezeket a bűnöket, lehet szépen hibáknak is mondani természetesen, hogy ne legyenek útjában annak, hogy Isten öröme tényleg ott legyen az életünkben. Nem, hogy fordítva működik ez, hogyha Istenhez oda megyünk, majd akkor veszik el az örömünk, hanem akkor lesz teljes az öröm az életünkben. Hiszen a megtisztulásnak, a bűntől való megszabadulásnak van egy csodálatos öröme. Olyan, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Még a teremtéshez sem, amikor alkotunk annak az öröméhez sem. Ahhoz sem hasonlítható, mint hogy örömünket lejjük a természetben, a szépben, a gyönyörűben. Ez valami olyan, ami, ami mennyei örömforrás. Olyan, amit tényleg csak akkor tudunk átélni, ha az Isten közelébe kerülünk. És szükségünk van erre. Mindegyikünknek szüksége van egyébként, de mivel van más kis örömforrásunk is, pont a legnagyobbat kihadhatjuk az életünkbe, de ne hagyjuk ki. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösek, akkor becsapjuk önmagunkat. Ha úgy élünk, hogy nekünk nincs szükségünk Isten megtisztítására és arra, hogy a bűneinktől megszabadítson, akkor pont a legnagyobb örömforrástól szabadulunk meg, a legnagyobb örömforrástól tartjuk távol magunkat. Miközben ebben van igazából az, az a akarata a mennyei atyának, amelyel be tölteni bennünket teljes örömmel. Mert egyébként tényleg hogyan értenénk meg, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, mondja Pál, hogy ismét mondom, örüljetek. Mert tisztaság nélkül nincs igazi közösségünk Jézus Krisztussal. De a tisztaságot nem mi magunk tudjuk elrendezni az életben. Nem azzal, hogy letagadjuk azt, amiben változni kéne azokban a rossz szokásokban, hanem akkor, hogyha az Isten elé visszük, hogy ne legyenek ezek akadályai annak, hogy teljes öröm legyen az életünkben, hogy felszabadultak legyünk. Általában az örömünket valami titkolt dolgok könnyen el tudják folytani, mert valamit rejtegetünk, és ezért az örömünket is elveszi ez. Isten föl szeretne ebből szabadítani, hogy ne kelljen ilyen titkol dolgokkal tovább élnünk, hanem tényleg felszabadult legyen az életünk. Igaz is szabadságunk legyen a mennyei atyában. Hiszen azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonosságtól. Amikor megtisztít minden gonosságtól, Tényleg tiszta lesz ami kancsunk, lesz a mi korsunk, akkor Isten öröme abba bele tud áradni, a szentlek által. Akkor tudjuk el átélni, hogy a összeér a földdel, és ez a szívünkben megtörténik. És igen, Isten az örömre teremtett bennünket. A teremtéstől kezdve. És nem szeretné, ha ezt bármi elvenné tőlünk. Hiszen ő maga az öröm forrása. Jézus Krisztusban, a mi úrunkban, ezt jött el, hogy ne legyen semmi akadálya, sem a bűneink, sem más kifogás arra, hogy, hogy Isten öröme közel a szívünkbe. Áldjon meg az Úr bennünket, vezessen, hogy ebben az időszakban is az örömet teljes legyen bennünk. Amen.